14 első éves hallgató kezdheti meg tanulmányait az idei évben a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori kihelyezett gyógytornász BSC tagozatán. A hallgatók szülőföldjükön tanulhatnak anyanyelvükön. Szabadkán fejeztem az egészségügyi középiskolát, és sokkal könnyebb, hogy Zomborban van ugye magyar egyetem, ugyanezen a szakon. Azért választottam ezt, mert nagyon szeretek az embereknek segíteni, és ezzel sokkal könnyebben meg tudom ezt valósítani. Tehát azért választottam ezt a gyógytornászatot, mert egész életemben sportoltam, és az nagyon közel áll hozzám is, így a gyógytornászat és a sport közel állnak egymáshoz. És nagyon örülök annak, hogy a külföldön is, tehát itt a délvidéken van ilyen egyetem, ilyen gyógytornászati egyetem, ahol a délvidéki diákok is nyugodtan bírnak tanulni. A hagyományokhoz híven az első napon a hallgatókat gólyatréninggel várták. Ez az orientációs nap egy olyan esemény, amit minden évben megrendezünk. Nagyon jó a gólyáknak, mert ugye itt találkoznak először a gólyatábor után a szaktársaikkal. Ennek több célja is van, de elsődlegesen, hogy megtanulják kezelni a bizonyos konfliktus helyzeteket, megtanítjuk, próbáljuk megtanítani, hogy hogyan tiszteljék egymást, hogyan osszák be az idejüket, tényleg, hogy minél könnyebben tudják venni az akadályokat az első évben. 6-8 gyakorlatot hoztunk, különböző típusúak, vannak energizáló gyakorlatok, amiknek az a célja, hogy egy kicsit felrázzuk a hangulatot, és ritmusba kerüljünk, vannak főbb gyakorlatok. Energizáló gyakorlatból nekem a kedvencem a forró a széke. Azt úgy játsszuk, hogy körbeülünk, az egy széket kihúzunk, és egy embert berakunk középre, ő mond egy állítást, és akire igaz ez az állítás, az fel kell, és keres gyorsan magának egy másik ülőhelyet. Magyarországon az egészségügyi képzések közül jelenleg a gyógytornász szakirány a legnépszerűbb, ezért a Pécsi Tudományegyetem oktatói remélik, hogy a szak a határon túl is közkedvelt lesz.